Most van 8 óra 53, már úton vagyok a Mekkába. Ilyenkor szoktam egyébként reggelente anyukámat felhívni, meg dumcsizzuk a tegnapi történéseket, meg hogy mit fogunk ma csinálni. És kihangosítom szoktam egyébként mindig beszélni, szóval már hívom is. Megjöttem. Már két gyakorlattal kész vagyok, de nagyon szarul vagyok. Iszonyatosan fáj a hasam. Borzalmas. Nálam az edzések ilyen érzelmi hullámvasutak. Most nem megyek WC-re, mert egy edzés alatt kb. 80-szor kell pisélnem. Csomószor szoktam amúgy edzés közben sírni. Nálam ez ilyen alap dolog. Ilyenkor jön ki belőlem minden feszültség. Szóval így gyakorlatok közben néha elkezdek zokogni. De most már amúgy jól vagyok, csak iszonyatosan fáj a hasam. Végre ez már az utolsó gyakorlat, aztán már csak vádliznom kell, meg kardioznom, meg nyújtanom. El sem hiszem, hogy túléltem. Már 3:11 van. Jézusom, és még kardiózni is kell megnyújtani. Na már csak 30 perc kardió következik. Mindjárt megdöglök. Már 10 óra 54 perc van. Úgyhogy utána még nyújtok is. Egyébként ilyenkor kardiózás közben szoktam kirakni az edzésről a sztorikat. Most már kezd javulni a hasfájásom. De én mindig elég rosszul vagyok. Közben már a 20. percben vagyok, szóval már csak 10 perc. Hát nem gondoltam, hogy túlélem ezt a mai edzést. Kegyetlen volt. De most már egy fokkal jobban vagyok, hála a jó égnek. Kicsit tovább tartott így a szenvedéseimmel, mint terveztem. Na mindegy, 11 óra 40 körül van már. 41. Most gyorsan hazamegyek, átöltözök, kajálok, és már indulok is.